Rengeteg résztvevő, változatos távok, mindenre elszánt futók, jó hangulat és csodás idő. Néhány szóban így lehetne összefoglalni a második Pilisvörösvári UBM Red Run versenyt, amit május 21-én rendeztek meg a városban, az önkormányzat és a Művészetek Háza szervezésében, az UBM cégcsoport támogatásával. Idén rendezzük meg második alkalommal a Pilisvörösvári UBM Red Run futóversenyt. Nagy öröm számunkra, hogy az idei évben még több nevező volt, mint a tavalyi évben. Ez is azt mutatja, hogy van rá igény, hogy egyre több embernek mutatkozik igénye arra, hogy mozogjon, valamint sportoljon, és a tevővezette városvezetésnek ez a célja is, hogy közösséget építsünk, legyen szó akár kultúráról, sportról, hagyományőrzésről, és igen, azt látjuk, hogy ez sikerül is most megteremteni, és nagy öröm számunkra, hogy ezen célkitűzésünkben partnerünk lett az UBM cégcsoport, és együtt építjük, szervezünk ezt a rendezvényt. A gyerekeknél elsősorban a helyiek a nevező, és nagy öröm, hogy közel 200 gyerek nevezőnk volt, sőt, még lehet, hogy a mai napon itt a helyszíni nevezésekkel ez jóval e fölött volt. A felnőttek még nagyon vegyes a mezőny, azt kell mondjam, hogy az ország számos területéről érkeztek hozzánk futók, és bízunk benne, hogy évről évre egyre többen leszünk, és egyre több felé népszerűsíteni tudjuk az UBM Pilisvörösvárral. De miért is tartja fontosnak egy helyi nagy cég, hogy egy sportesemény mellé álljon? Erről Horváth Péter vezérigazgató nyilatkozott stábunknak. Egyrészt azért, mert mi központunk itt van Pilisvörösváron, ez nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a várossal. Én személyes véleményem, hogy ez nagyon jól sikerült. A polgármesterről, a polgármester asszonynal nagyon-nagyon jól viszonyunk, hogy így az önkormányzattal egy nagyon szoros munkakapcsolatot tudtunk kialakítani, akár a sportesemény, akár más rendezvények, vagy más támogatási lehetőségeknek a formájában. És hát nálunk egy nagyon erős, olyan családias hangulat van, ami én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy munka kultúrában, egy munka hagyományban bent tudjon lenni. És azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó esemény arra, hogy ezt tudjuk támogatni, a nevünket adjuk hozzá, kollégáink el tudjanak jönni, és hát részt tudjuk venni, meg tudjuk magunkat mutatni, és mindenki érezze jól magát ezen a napon. 1996-ban alakult a cég, és Pilisvörösvárra 1999 márciusában költöztünk, tehát mi azóta itt vagyunk, ez már 24 éves kapcsolat. A sportos napot reggel 9 óra előtt Strack Bernadett alpolgármester és Horváth Péter igazgató közösen indították el, majd a legkisebbek bemelegítésével indultak a futamok. Én minden futónak győzelmet, kitartást, nagyon jó élményt, nagyon jó futást kívánok, és nagyon remélem, hogy ez az esemény is hozzájárul ahhoz, hogy így Pilisvörösvár önkormányzat és az UBM most is meg tudja mutatni, hogy és a jövőben is meg tudja mutatni, hogy együtt tudunk dolgozni, és vannak közös céljaink, és ezeket el tudjuk érni. Nagyon szépen köszönöm! A futók rajthozállás előtt Sauer Dórival melegítettek be a színpadnál. Vannak változások a tavalyi évhez képest, azt gondolom, hogy akkor volt az első év, kaptunk rengeteg visszajelzést is, és az alapján próbáltuk megalakítani. Idén változott az útvonal is. A gyerekfutamokat tekintve nem azok a tókör volt idén is, viszont a felnőtt futamok esetében rövidült a táv, több kört tesznek meg, kikerült belőle a hobokos rész, tehát most végig aszfalton futnak, de bízunk benne, hogy ez az idei évről is megkapjuk a visszajelzéseket, és amennyiben ez volt a kedvezőbb, akkor jövőre megtartjuk ezeket. Kilenc órakor tehát a legkisebbek rajtjával kezdődtek meg a versenyek. Ők 1 és 2 kilométeren próbálhatták ki magukat a tó körüli futópályán. A felnőttek több távon is indulhattak, 7, 14 és 21 kilométeren, akár egyénileg, akár váltóban. Több mint 50 kollégánk van itt most, és aztán valamilyen távon elindult, akár egyénileg, akár csapatban. Nálunk valóban nagyon fontos az, hogy a munka és a magánéletnek az egyensúlya meglegyen, és ezt több módon próbáljuk támogatni. Hát, ha egy titkot elárulhatok, ugyan sajnos most még nincs egyelőre itt,
de sikerült az önkormányzattal együtt egy nagy sátrot beszerezni. Nagyon remélem, hogy a következő rendezvényen már meg tudjuk mutatni. Ezen rajta lesz az UBM-nek, illetve az önkormányzatnak, a Pilisvörösvárnak a logója is, és reméljük, hogy az önkormányzat nagyon sok rendezvényen tudja használni, és ezzel még inkább közelebb tudunk kerülni nem csak magához, az önkormányzat, hanem a városhoz, a polgárokhoz is. A nagyszabású versenyre nem csupán a futni szeretőket várták a szervezők, hanem mindenkinek készültek programokkal, és szerencsére az időjárás is a rendezvény mellé állt. Csodás az idő, az elmúlt két hétben nem ilyen időjárás tapasztalhattunk. A kilátogatóknak is készültünk program lehetőséggel, leginkább a gyermekeknek. Van mászófal, ninja warrior pálya, illetve a felnőtteknek spinning edzés lesz, ami részt vehetnek, és természetesen étellel, itallal is készültünk, úgyhogy akár a vasárnapi ebédet is itt el lehet tölteni. Mi készül? Lángos? Lángos és gulyásleves! Az UBM mellett több helyi szervezet és cég állt a rendezvény mellé. A Hercules Fitness spinning biciklikkel és kipróbálási lehetőséggel készült, az önkormányzati főzőkonyha frissítőkkel, a Fiatal és Vidám Retro Társaság tagjai pedig finom falatokkal várták a résztvevőket. A gyermekek a csomagjukba kaptak mindannyian egy vimant fagyi utalmány, aztán ezen kívül a gyerekjátszó részhez a Toyota járult hozzá, valamint a nyeremények között megtalálható a Stube utalvány, Gondola utalvány, Placpiacos utalvány és Hedonik utalvány, ezek szintén a támogatók által felajánlott ajándékok lesznek. A hirtelen jött meleg nem könnyítette meg a futók dolgát, de ennek ellenére több mint 500-an álltak rajthoz, és futották végig a távokat. A szervezők nem titkolt célja, hogy a rendezvénnyel hagyományt teremtsenek. A futók visszajelzései alapján pedig a nap sikeresnek bizonyult. Mit fogtok futni, hány kilométert, és mire számítotok azon kívül, hogy merőbb lesz? 7 kilométert futunk váltóban Zsuzsival. Igazából a felkészülésünket nagyban befolyásolta az elmúlt időjárási viszonyok, tehát nagyon sokszor elmaradt, nem tudtunk annyira készülni, mint amennyire szeretünk volna, de talán végig futjuk szerintem. Legfeljebb sétálunk egy kicsit, ha nem végig, de reméljük. Nem, lefutjuk, pénteken lefutottuk, szuper ültött. Akkor hajrá! Köszönjük! Milyen volt a pálya? Nagyon meleg, de egyébként nagyon jó. És mennyit futottál? Én váltóba futottam 7 kilométert. Az első kör végén még második voltam, utána harmadik, negyedik, ötödikre már nem estem vissza. De... Szerintem az nagyon szép. Akkor 14-et futottad? Igen, 14-et futottam. De amúgy tetszett az egész, de nagyon meleg volt, tehát hogy nagyon kiizzadtam. Ez a pár emelkedés elég nehéz volt, de egy kellemes jó futás volt. Jönnél jövőre is, ha úgy alakul? Persze, én nem. Ismerősök hívtak, hogy jöjjek, itt laknak Vörösváron, de egy kellemes szervezésű verseny, szóval persze, úgy alakul, akkor jövőre is. Fantasztikus volt a pálya, nagyon tetszett, és nagyon jó volt a csapatunk. És a Zsoltiéket megvertük, ez nagyon fontos. Ja, mert hogy ő az edző. Még pluszba is versenyeztetek? Hát én nem, de mondom, Zsolti, nem szabad így leülni, elfáradni, föl kell állni. Edzőre nem szabad így pihenni. És akkor mennyit futottatok? Most itt 7 kilométeres váltóban voltunk. Egyébként sokat, tehát itt sokat szoktunk futogatni. Jöttök jövőre? Mindenképpen. Aki a képek látán kedvet kapott a futáshoz és a versenyhez, az már most elkezdheti a felkészülést a jövő évi 3. Pilisvörösvár UBM Redrunra.